Nyomatékosan tiltakoznak a francia rendőrök a rasszizmus vádja ellen. Szigorúan ellenőrzik őket az etnikai kisebbségekkel szembeni állítólagos brutális fellépések miatt. Az amerikai eseményekkel kapcsolatban a francia rendvédelmi erők is állást foglalnak. A rendőrök is olyanok, mint bárki más. Azt gondolják róluk, hogy rasszisták, de közben ők is mindenféle etnikai csoportba tartoznak, és mégis jól tudnak együttműködni, mondta az egyik rendőrszakszervezet képviselője. A gyanúsítottak lefogására használt módszerekre itt is különös figyelem irányult. A belügyminiszter a hét elején betiltotta a folytófogást. A francia rendőrség nem tévesztendő össze az amerikaival, de a jogos kérdésekre választ kell adni. A vizsgálóbizottság jelentését látva úgy döntöttem, hogy lépéseket teszek, mert senkinek az életét nem lehet kockára tenni egy letartóztatáskor. A folytásos leszorítás betiltjuk, és már a rendőrségi kiképzésnél sem fogják tanítani. A rendőri szakszervezetek szerint a kormány ezzel csak megnehezíti és még veszélyesebbé teszi az amúgy is kemény munkát. Bilincseléskor a fej megtámasztása nagyon fontos. Nem tartjuk a gyanúsítottat 8 percig a földön, csak épp amíg megbilincseljük. Erre jelenleg nincs helyettesítő technika, akkor hogy csináljuk ezentúl? A párizsi rendőrprefektus Twitteren azt üzente kollégáinak, hogy most sem szabad kételkednünk önmagunkban, amikor folyamatosak és egyre agresszívabbak a minket érő kihívások. A tiltakozó rendőrök szerint pont az ő hangjukat nem hallják meg az egész nemzetet megosztó vitában. A húr szerintük már most is a végsőkig túl van feszítve.